kifogást, és az addig fog menni, ameddig ez ki nem lemerül, olyankor ez fog menni, ez a rész fog menni. A diákok kíváncsian fürkészték egymás kísérleteit. Mosogatószer, üdítős doboz, elemek, mind-mind a kísérletezés alapanyagai. A Fizika Mindenkié elnevezésű rendezvényhez minden évben csatlakozik a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. A program célja látványos kísérleteken keresztül megmutatni a természettudományok sokszínűségét, a fizika, kémia, matematikai tudományok alkalmazhatóságát, mindennapi eszközeink fizikai műszaki alapkoncepcióját, hogy megértsük fejlődő világunk alapjait, folyamatait. Hát iskolánknak ugye már hagyománya lett a minden évben megrendezésre kerülő városi természettudományi találkozó, de ez nem csak az iskolánknak, hanem a városunknak is már lassan hagyománya, sőt azért, hogy egy kis dicsekedjek is, ez a harmadik éve, hogy a Magyar Tudományos Akadémia honlapján is ott tündöklik ez az esemény, hogy most harmadjára jelentkeztünk be ebbe a programba, és azért rendeztük április 21-én, mert április 21-22-én a Fizika Mindenki program keretében veszünk részt. Mi ezt meg is pályáztuk részben, és egy nagyon értékes eszközt is nyertünk, amit a Tunsgram Schröder adományozott nekünk, 10 ilyen fénymérő, fényerősség mérésére és ledegfény teljesítmény mérésére, illetve teljesítmény és hatásfokának a meghatározására szolgáló eszköz, ami még középiskoláknak sincs annyira, és mi ennek nagyon-nagyon örülünk, úgyhogy ezt is be fogjuk mutatni a program keretén belül. Hogy miért választottam a fizika tanításának ezt a módszerét, és miért próbálom működtetni ebben a formában, hogy kutas kísérletez. Itt meg szeretném említeni dr. Patkos András fizikus egyetemi tanár, ahogyan írja az Ebbőlt Fizika című könyvében, idézem, a fizika ugye egyre bonyolultabbá válik, és egyre nehezebb megtanulni. Egyetlen fizikus számára immár elérhetetlen a fizika egészének a tudása. Ez a bonyolultság pedig veszélyezteti a természettudomány jövőjét. Ha elveszítjük az áttekinthetőségünket, akkor az iránta való érdeklődésünket is elveszítjük. Ha pedig az ifjú tehetségek nem tanulnak természettudományt, akkor lezárul a fizika fejlődése. Nos, én úgy gondolom, hogy iskolánkban a kísérletezés és ennek a fenntartása fontos, azért, hogy a tanulók egy részben elméleti tudáshoz, részben pedig kialakuljon bennük a kutatás iránti érdeklődés. Egyesek tehát a kísérletezés folyamán megkapják a szükséges magyarázatot az adott természettudományi jelenségre, mások pedig a kutatás iránti vágyukat, érdeklődésüket fejleszthetik, és ha egy iskola 2-3 ilyen tanulót tud adni, akkor Dunaharaszti város ugye 4 iskolája, ez már 8-10 tanuló durván számolva, és ez bizony már nagyon hasznos dolog a mindennapokban. Itt megemlíteném azon tanítványaim nevét, akikkel méltón büszkélkedek, ugye Bordás Balázs, Draksi Szavér, Timár Barnabás, és nem utolsó sorban Szikora Georgina tanulók, akik már középiskolások, de még mindig visszajárnak, és nagyon sokat segítenek a munkámban. Ők közülük 2 most is itt van, a Barni majd segít a fényteljesítmény meghatározásában, a Georgina pedig média ismeretével, mert ő az Európa 2000 tanulója, ő meg egy zárt szakkört működtetünk, és ő meg a videófelvételeket és a képeket készíti. Szóval, mivel az órákon kevés az idő ahhoz, hogy kísérletezzek, ezért elvégzem ezeket a délutáni szakkörökön, és a diákok, ahogyan majd nyilatkozni fognak, gondolom, lehetőségük van megmutatni ezt délelőtt a többieknek, akár egymásnak el is tudják így magyarázni. Tehát jobban segíti őket a tanulás megértésében. Szeretném, ha mindez a jövőben is megvalósulna, és itt Dunaharasztiban, ezzel szeretném zárni, mindig lennének olyan igényes tanárok és tanulók,
akik szüntelenül törekednek arra, hogy a magyarság ne veszítse el a természettudományos műveltség iránti szép képességét. A program érdekessége, hogy diákok mutatják be egymásnak a kísérleteket, melyekre már hetekkel korábban készültek. A mai napra esetleg sikerült a tanórákon felkészíteni a diákokat, vagy sikerült nekik esetleg ötleteket adni, hogy mivel készüljenek, milyen bemutatókkal készüljenek a mai napra? Igen, hát ez egy folyamatos készülésnek ugye az eredménye, és azokból válogattam ki én, mint személy szerint, a többi tanár pedig gondolom, hogy ugyanígy tett, hogy mely kísérleteket mutassuk be. Nagyon sok kísérlet van, amit szeretnének bemutatni, de ebből a leglátványosabbakat fogják majd látni. Láttam, nagyon serényen bólogattál itt az előbb. Milyen ötleteid voltak esetleg a mai napra? Hát, eléggé rendesen felkészített minket Mária néni, ellátott minket ötletekkel, és elmondta, hogy mit, hogyan kéne elmondanunk, meg hogyha tudunk, segítsünk egymásnak is egy kicsit. Mivel készültetek a mai napra? Hát én egy üdítőautomatát készítettem, ami egy igazán cseles szerkezet, mert üdítőt azt nem én állítom elő, de mégis úgy tűnik, mintha én tenném ezt. Ez így közös produkció, vagy neked is van külön? Nem, nekem is van 2-3 külön. Van egy, amit versenyre készítettünk, illetve egy kartézius búvárom, egy felületi feszültségem és egy lufi akupunktúrás kísérletem is van. Honnan jön ez a fizika és a kísérletek iránti szeretet és vágy? Hát, amikor bementünk az első órára, én azt gondoltam, hogy ez így érdekelt. Engem már kiskoromban érdekelt, hogy mégis ez milyen lehet, és nagyon megtetszett, és ezért úgy gondoltam, hogy szeretnék járni fizika szakkörre, amit nagyon támogatnak a szüleim és a tanáraim is, úgyhogy... És neked? Hát én is egy nagyon érdekes tantárgynak gondolom a fizikát, és hát amikor Mária néni mondta, hogy így lehetőség van erre, hogy eljöjjünk fizika szakkörre, akkor én úgy gondoltam, hogy eljövök. Lassan a kamaszkorból már ifjúkorba fogunk lépni, mert 10-valahanyadik találkozónk ez, tehát elmúltunk már 15 évesek, mióta elkezdtük ezt a találkozót. Nektek persze van, aki először van itt, van, aki másodszor. Remélem, hogy akik másodszor jöttek azért, mert tavaly jól érezték magukat. Mindenkinek sikeres kísérletet kívánok, és pozitív energiákat, hogy senkinek ne legyen csalódás ez a mai nap. És jó munkát kívánok! Az igazgató helyettes megnyitója után megkezdődtek a kísérletezések. Én Török Lilla vagyok, a Dunahra Szűnyed János Német Nemzetiségi Általános Iskolából jöttem, a 8. osztályba járok, és ők az osztálytársaim, akik nagyon érdekes kísérleteket hoztak. Én elkezdeném azzal, hogy kézfertőtlenítőt fogok felgyűjteni, ami az alkohol miatt égni fog, és hát majd nézzétek. És az alkohol miatt ég, és mivel gyorsan párolok, ezért még nem olyan meleg, és így hozzá lehet érni. A kezemben is ég tovább. Következő kísérlet, lávalámpa. Ezt akarom. Most dobok bele egy pezsgő tablettát, ami kinyílik. Ez a pezsgő tabletta, ez csak a vízzel lép reakcióba, ezért, mivel az olaj könnyebb a víznél,
Így a pezsgés a vizet a felszínre hozza, és lávalámpaszerű jelenséget mutat be. Onnan látszik, szóval itt van a nátrium. És ez kívülről nem látszik, hogy fém, de hogyha elvágom egy késsel, akkor belül fényes és szép. Látszik. Ezt, hogyha beleteszem vízbe, akkor elkezd pezsegni, és szaladgál a tetején. És ezért nem vízben tároljuk, hanem petróleumban, mert a vízben azonnal, vízzel azonnal reakcióba lépnek, és elkezdene pezsegni. És a levegő viszont oxidálódna. Ezek nem jó. Így, hogyha oldalról nézzük, akkor lila lesz a víz, ez az indikátor miatt, és lugos kémhatást jelent. Ez egy exoterm folyamat volt, tehát hőt termelt, és azért nem gyulladt fel, mivel a víz ezt lehűtötte. Ha viszont egy papírhajóba beletesszük, másik darabot, és vizet teszünk rá, akkor korlátoljuk a mozgási lehetőségeit, és fel fog gyulladni. Most tetszik, igen.